A legutóbbi hazai közönség előtt vívott és 10-1-re megnyert mérkőzés után a Komárom egy nagyon fontos győzelmet aratott Gárdonyban 2-0-ra. Így két győztes meccs után várta a Bozsik legénység a Kaposvár együttesét. A somogyiak 6 ponttal álltak a KVS-e előtt a tabellán, így kis túlzással egy újabb kiesési rangadó várt a hazaiakra. Az első játékrészben nem nagyon találták a fogást egymáson a csapatok, a két hálóőrnek nem volt dolga. Leginkább a mezőny munkáé volt a főszerep. A térfélcserét követően látható volt, hogy a két szakvezető más felfogást kért a csapatoktól, hiszen jöttek a helyzetek. Előbb Bánfal Vidáni elkapusnak volt bravúra szüksége Bíró Dominik helyzeténél, majd Vég Tibor lehetőségénél a vendégek kapusa hárított szépen. Az 54. percben pályára lépett az a Böndi Ádám is a vendégeknél, aki ősszel még a Komárom játékosa volt. A találkozó hajrájához érve mindkét együttes eldönthette volna a 3 pont sorsát, ám amikor már mindenki elkönyvelte a döntetlent, Kondor Kristóf passzolt Borbé Jákoshoz, aki erősen és laposan lőtte középre a labdát, amit Ecker Milán egy átvétel után nagy erővel lőtt a kapu jobb oldalába. Ezzel a 90. percben szerzett találattal a Kaposvár elvitte mindhárom pontot csapatunktól, így Bozsik Péter gárdája továbbra is a kieső helyek egyikén áll 30 egységgel. A komáromi futballistákra nem vár könnyű 2 hét, hiszen előbb a 2. helyen álló Moson-Magyaróvárhoz látogatnak, majd április 17-én a listavezető BVSC érkezik városunkba.